Vivian és James Drake Ford keményen dolgozott azért, hogy sikeres legyen a kamionos vállalkozásuk. Emellett egy egyszerű bibliai alapelvben bíztak. Isten megjelent és megmutatta az utat, megtanított adakozni és hűségesnek maradni. De a bővölködéshez vezető út göröngyös volt. 2 évre rá, hogy megházasodtak, mindketten elvesztették az állásukat. Nagyon elkeseredtünk, épp csak összeházasodtunk, és meglett az otthonunk. Munkanélküli állományba kerültek, és elkezdték a kimerítő álláskeresést. Minden centet összekuporgattunk. A pénz nem nagyon jött. A számlák feltorlódtak. Az egyik hitelkártyával kifizettük a másikat. De mindig elmaradásban voltunk. James minden munkát elvállalt, de 3 év után is munkanélküliek maradtak. Az anyagi nehézségek visszavezették Vivient a gyerekkori keresztény hitéhez. A gyülekezetben megismerte a tizedfizetést. Azt mondtam az úrnak, nem tudom, hogyan fizessek tizedet, mert teljes adósságban vagyunk. De ha ebből kihozol bennünket, fizetni fogom a tizedet. Nem sokkal ezután James is megtért Istenhez, és csatlakozott Vivien elkötelezettségéhez. A fizetésem 10%-át odaadtam a gyülekezetnek, és adtam más embereknek is, még ha nekem nem is maradt. Néhány hónapon belül Vivien és James is teljes idejű állást kapott. Megkaptuk a választ, kaptam egy jó munkát, amivel lett bevételünk, és lekerültünk a munkanélküli segélyről. Körülbelül ezzel egy időben Vivien felfedezte a 700-as klubot. Amikor a Hugo Hurrikán lecsapott Charlestonra, Vivien támogatója lett a műsornak. Láttam az Operation Blessing munkáját Charlestonban. Azt mondtam magamnak, nézd csak a 700-as klubot, ez aztán a teljes szolgálat. Ha valaki bajban van, nem csak beszélnek a tévén keresztül. Adakoztam a számukra, és ők most itt vannak, hogy az államomban segítsenek. Nekünk segítenek. A párnak hamarosan lehetősége nyílt egy kamionos vállalkozás elindítására. Minden cent után fizették a tizedet. A barátaimnak kétségeik voltak, de én tudtam, hogy Isten segítségével sikerülni fog. Néhány nehezebb hónap után az üzlet elkezdett profitot termelni. Vivien első dolga volt, hogy megemelje az adományát a 700-as klubnak. Amikor megláttam az első számlákat, tudtam, hogy hűségesnek kell lennem Istenhez, a gyülekezetemhez és a 700-as klubhoz. A következő években a vállalkozás gyorsan fejlődött. 10 évvel később, amikor Drake Fordék ki akartak szállni az üzletből, a profitjuk az utolsó kamion eladásán múlt. Jól eladtuk a kamiont, és nagy nyereségünk lett. Ez az eladás megduplázta a profitjukat, amivel remek nyugdíjuk lett. Ki tudták fizetni a jelzálogukat, még James is visszaülhetett sofőrnek. Utazhatok szerte az országban. Drake Fordék szerint azzal alapozták meg jólétüket, hogy készek voltak szabadon adakozni. Bízzanak Istenben, és mindez megvalósul. Amikor az emberek nehéz időket élnek meg, szorosan tartják a pénzt. Isten arra tanított meg az évek alatt, hogy az, ami a kezünkben van, nem tud kihozni minket az adósságból, nem tud átsegíteni a következő időszakra. Adni kell, és bízni az Úrban.